A kávéházi rendezvút látják, köszöntöm Önöket, dr. Kovács Ildikó a mai beszélgető partnerem. Kedves Ildikó, nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Hát több szempontból vagy több helyről is ismerős lehetsz a kedves nézőknek, vagy az utca emberének. Az első az a szexádi törvényszék, mondjuk épp, hogy mész be a törvényszék épületében is, de ismerős ez a hölgy. A másik, hogy a szexádi törvényszék képviseletében különböző általában ilyen bűnügyi sztorikban, bűnügyi történetekben te vagy az, aki nyilatkozott, tehát te vagy a sajtóreferense a törvényszéknek, amiről, ez is adta a megkeresésem apropóját, amiről még talán nem ismernek annyira, hogy nem is olyan régóta az OBT, az Országos Bírói Tanácsnak a tagja lettél innen Szekszárdról. Na mielőtt még eljutunk idáig, azért azt gondolom, hogy első körben beszélgessünk egy picit arról, hogy hogyan lehet eljutni idáig. Mi az a pályaív, mi az az életút, ami az embert eljuttatja odáig, hogy az OBT tagja legyen. Köszönöm én is a meghívást, a nézőket is köszöntöm. Valóban találkozhattak velem már itt Szekszárdon és környékén, ha máshonnan nem a televízióból, de alapvetően én a szekszári törvényszéken dolgozom, büntetőbíróként már 13 éve. Előtte is itt dolgoztam a bíróságon, én bejártam a bírósági pályaívet, fogalmazó is itt voltam, titkár lettem bíróságon, majd 2011 óta büntetőbíróként dolgozom, igen sok ügyet tárgyalok, rendkívül sokféle és szerteágazó ügyeket, mondhatni, hogy szinte mindent, amit egy járásbírósági büntetőbíró tárgyal, találkozhattak esetleg velem akár a sajtóban is, illetve bírósági berkekben, különböző vagyonelleni ügyekben, a közlekedési ügyeket is gyakran tárgyaltam, illetve tárgyalok, fiatalkorokkal foglalkozó büntetőeljárásokban, nyomozási bíróként, úgyhogy a büntetőjog minden területén dolgoztam és dolgozom most is. És emellett a sajtóból onnan ismerhetnek, hogy 2011 óta sajtó szóvivőként dolgozom a szexuális törvényszéken. Eleinte még ezt többen is vittük ezt a feladatot, de 2012 óta, tehát több mint 10 éve önálló egyedüli sajtószóvivője vagyok a Vármegyei Bíróságnak, az összes helyi járásbíróságnak, illetve a törvényszéknek is én látom el a sajtószóvivői feladatait, ami annyit jelent, hogyha történik egy akár közérdeklődésre számot tartó érdekesebb ügy, hát ezek leginkább mondjuk büntető ügyek, akkor erről tudósítást adunk le, közleményeket adunk le, és így találkozhattak velem már a sajtó munkatársai, illetve a nézők is. És a legújabb dolog, ami miatt most a meghívást kaptam valószínűleg, az az Országos Bírói Tanácsi tagságom, ahová idén január 8-án beválasztottak, és én is az Országos Bírói Tanács röviden nevén OBT tagja lettem, sőt ott az OBT-n belül mindjárt az alakuló ülésen megválasztottak szintén sajtószóvivőnek, úgyhogy most kétfajta sajtószóvivői szerepet töltök be. Egyrészt maradtam itt a törvényszéken is a sajtószóvivő, és az OBT-nek is ugyanezt a feladatait látom el. Na mindjárt kifejtjük ezt egy kicsit bővebben, hogyan lehet ugye eddig eljutni, ahol az előbb beszélgettünk róla, hogyan lehet eljutni a bírói pályáig. Vagy akár nem is a bírói pályáig, hanem köszönjük szépen, hanem egy bírói. Igen. Ez is egy pálya, ugye indul nyilván a joggal. Most nem azt mondom, menjünk vissza egészen a kislány korodig, hogy mondjuk valaki gonosz módon elvette a nyalókádat, és akkor dolgozott az igazságérzeted, de hogyan kanyarodtál ennek tehát magának a jogi pályának az irányába? Hát az az igazság, hogy az én közvetlen családomban nem volt jogi végzettségű, senki nem volt a közeli rokonságomban, úgyhogy innen nem láthattam a jogi pályába bele. Volt egy távoli ismerőse a családnak, aki jogász volt, és valahogy ő tőle kaptam kedvet, hogy a jogi egyetemre megyek. Egyébként nagyon szerettem a magyart és a történelmet, szóval nagyon nem volt kérdés, hogy melyik pályára fogok menni, de azon belül, amikor elvégeztem a jogi egyetemet, az azért nem volt olyan egyértelmű még, hogy most a jognak melyik területével fogok foglalkozni, hogy a polgári joggal, büntetőjoggal, közigazgatással, illetve mivel. Ezért amikor én elvégeztem a Pécsi Tudományegyetemen a jogi kart, akkor visszajöttem Szekszárdra, hát ilyen lokálpatriótaként, ez szintén nem volt kérdés.
És először én a földhivatalnál helyezkedtem el, ott dolgoztam nem sokáig, rövid ideig. Aztán adódott egy lehetőség a szexuális törvényszékre, akkor még megyei bíróságnak hívták, fogalmazókat kerestek, hát pályáztam és azonnal oda fel is vettek. Amikor ott elkezdtem a munkát, akkor egy 3 éves időszak a fogalmazói időszak, ezen minden bírósági fogalmazó átmegy, minden ügyszakba egy kicsit belekóstol, bírák mellé be vannak osztva, tárgyalásokat látogatnak, határozatokat készítenek, segítenek a bírók keze alá, és én akkor már elhatároztam, hogy akkor már kiválasztottam, hogy nekem a büntetőjog marad a területem, és 6. kazakadém büntetőbíró szeretnék lenni. Csak hát ez nem egy ilyen egyszerű folyamat, utána van egy kemény szakvizsga, szintén minden jogterületből, ezt is megcsináltam 2004-ben, majd utána bírósági titkárnak kineveztek, akkor már lehet szakosodni, és én büntető szakterületre kerültem. Először a járásbíróságon végeztem büntető titkári tevékenységet, aztán az akkori megyei bíróság elnöke úgy érezte, hogy oda a törvényszékre is szeretne egy titkárt felrendelni, ő akkor büntetőbíróként tevékenykedett, és maga mellé rendelt, és az ő tanácsában segítettem, és beleláttam azért így mellette, bele tudtam kukucskálni az igazgatásba is, hogy hogyan működnek a bíróságok, hiszen én a törvényszék elnöke mellett voltam bírósági titkár. Majd aztán a bírósági titkári időszakom, ahogy letelt, pályázattal bíró lettem, büntetőbíró. Január 1-én, 2011. január 1-én kezdődött az én büntetőbírói pályám. Belecsöppentem ebbe, mert én előtte 2 évet otthon voltam, gyermekeim születtek, és ahogy visszatértem mindjárt a gyermekek után, akkor bele a közepébe, mindjárt mély víz, mert mindjárt ki is neveztek bírónak. Úgyhogy nekem akkor ott hatványozottan nehéz időszak volt, de arra jó volt, hogy mindennek utána kellett nézni, ugye a kiesett idő miatt is minden új volt, úgyhogy én akkor mindenbe beletanultam. Sőt, mondhatni, hogy ugye a bíró nem egyedül dolgozik, mindig van egy segédszemélyzet, aki mellette van, a jegyzőkönyvvezető vagy leíróknak hívják, és nekem olyan szerencsém volt, hogy az én leíróm, akivel a mai napig azóta együtt dolgozom, és nagyon hálás vagyok neki, szintén akkor került a bíróságra, úgyhogy mi együtt tanultuk meg ezt a szakmát, és már azt gondolom, hogy már elég jól beletanultunk. És az ítélkezési tevékenységet egyébként én nem kívánom ezzel abbahagyni, meg nem is hagytam abba, a mai napig folytatom. Én azt gondolom, hogy elég nagy gyakorlattal is rendelkezem már itt a 10-11-12 év alatt. Hogyan lehet egy olyan szerintem, meg szerintem mások által is nehéznek képzelt szakterületről, szakmáról, nevezzük ezt szakmának, mint a bírói szakma, ilyen fesztelenül és ilyen könnyedén beszélni. Csak azért mondom, mert néha az sem könnyű eldönteni, hogy az ember A vagy B sajtot vegye le a polcról bent az áruházban, A vagy B ruhát vegyen meg, vagy most kihagyjam, mert jövő héten tudja, hogy akciózzák. De ez itt, akármilyen volumenű egy ügynek a súlya, akármilyen volumenű egy büntetőügynek a tétele, azért ezek emberi sorsok. Legyen szó egy csokoládélopásról, vagy akár éppen egy emberülésről. Hogyan lehet ilyen fesztelenül, hihetetlen egyébként, hogy ilyen fesztelenül beszélsz erről a munkáról, miközben azért már csak az amerikai filmekből is van némi elképzelésünk arról, hogy azért itt nagyon képben kell lenni mindennel, minden jogszabállyal, mindennel. Ebben valóban egyformán gondolkodunk, a bírói munka egy igen-igen nehéz munka, nem csak a jog tudása, ismerete szempontjából, hanem azt gondolom, hogy lelkileg is megterhelő a mögöttese. Vannak, amit meg kell tanulni, nyilván ez a hosszú tanulóidőszak, szakvizsgai időszak, gyakorlati időszak az pont arra elegendő, hogy az ember a jogszabályokat megtanulja, kellően ismerje. Ám de amikor beül először a pulpitus mögé, azért azt nem tudják előtte tanítani. Arra valahol azt gondolom, hogy rá is kell érezni, talán adottság is kell hozzá, hogy az ember ezt meg tudja tenni. És bele kell tudni látni azért a mögöttesébe is, tehát most adott esetben egy büntető ügyben teszem azt mondjuk egy közlekedési vagy egy lopási ügyben a bíró találkozik ugye a vádlottal, akiről ítéletet kell hoznia, akinek a jövőjét meg kell határoznia, egy büntetést kell vele szemben kiszabnia, de látja mögötte az emberi értékeit, amennyiben ilyen nyilván mindenkinek vannak, látja a sorsokat,
és látja mellette felállítva mondjuk sok esetben, akár egy közlekedésiben vagy vagyonelleniben a sértettet, akit megloptak, akit elütöttek, akinek elhunyt a hozzátartozója, és azért a kettő között kell valahol megtalálni a jogalkalmazásával az igazságot a bírónak, ami azt gondolom, hogy azért lelkileg igen megterhelő és nehézségekkel járó folyamat, de pontosan azt gondolom, hogy a bírók mindegyike egy kiválasztott személyiség, tehát túl tudnak ezen lépni, és valóban a jogot alkalmazva, és mögötte azért figyelembe véve ezeket az emberi tényezőket is hozzuk meg az ítéletet minden esetben. Bocsáss meg, hogyha indiszkrét a kérdés, de az elmúlt 11 néhány évben érezted úgy, hogy rossz döntést hoztál, vagy azért a sors mindig téged igazolt, és nem csak a jog, hanem a jogszabályok is. Mert ugye azt szokták mondani, hogy hol itt a törvény, hol itt az igazság, és ugye hozzá szokták fűzni, akik a jog oldaláról jönnek, hogy itt soha nem az igazság a fontos, hanem a törvényesség, amely aztán majd megteremti az igazságot. Akartam volna én is így korrigálni, tehát mi nem az igazságot keressük, és nem az igazságról döntünk, hanem valóban a jogszabályokat alkalmazzuk, és a jogot alkalmazva próbálunk helyes döntést hozni, adott esetben a büntető ügyekben megtalálni a felelőst, kimondani a bűnösséget, és a megfelelő mértékű büntetést kiszabni. Nyilvánvalóan a bíróságokon megvan ennek a döntésnek a lépcsőfokai, hogy másod-harmad fokon is ugye ezt a döntést ellenőrzik a felettünk lévő bíróságok, a magasabb szintű bíróságok, tehát ha megfelebeznek egy ítéletet, akkor nyilván ott egy másodfokú, esetleg harmadfokú bíróság is felülbírálja, és nyilván a bírónak a legjobb visszaigazolás, hogyha helybe hagyják az ítéletét, akkor nyilván ez azt jelenti, hogy akkor jó döntést hozott és jó ítéletet hozott, illetve még az is egy visszajelzés egy bíró számára, ha nem fellebezik meg az ítéletet. Tehát a fellebezési arányszám, hogy mondjuk 10 ítéletből hányat fellebeznek meg, és minél magasabb ez a szám, az is egy nagyon jó visszajelzés, mert hiszen ha nincs fellebezés, akkor valószínű, hogy jó a döntés. Jó döntés, így van. Mindenki így gondolja. És ha már itt tartunk erről a vagy ennél, amit az előbb is említettem, ez a könnyed kommunikáció, innen jött a sajtós vonal is ezzel párhuzamosan, hogy így valaki mondta, hogy a kollégina azért nem csak, hogy jók a visszajelzések, hanem ha már ilyen könnyeden beszélsz róla, akkor esetleg megpróbálnád? Ez gyakorlatilag megtalált téged, vagy a kettő együtt jött? Ez már olyan régen volt, hogy beszélhetek már róla. Több mint 10 éve, ez a legjobb szó valószínűleg, ez a megtalált engem. Akkoriban sajtószóvivői tevékenységre kellett kijelölni bírókat, ezt a mai napig a törvényszék elnöke jelöli ki, hogy ki a sajtószóvivő, és nem volt rá nagy kereslet erre a sajtószóvivői munkára. Valahogy azt érzem, hogy a bírák nagy része bár pulpitoson ül és emberekkel találkozik és ítéletet mond, kommunikál írásban, szóban is, de valahogy a kamerák, a sajtó az nehézséget jelent sok bíró kollégámnak. Engem úgy találtak, meg úgy jelöltek ki, hogy akkoriban dolgoztunk négyen akkor még városi bíróságon, és az akkori elnök azt mondta, hogy ő nem szeretne lenni, meg nem is érez magában affinitást, talán volt még két férfi kollega. Én voltam az egyedüli bírónő, hölgy, mondták, hogy talán úgy megfelelnék így a kameráknak, és akkor így akár a kinézet alapján meg tudták, hogy beszélni, és azért szeretek, megtalált ez a feladat, nem nagyon volt ellenállási lehetőség, vagy ellentmondási lehetőség se, de én mindjárt egyébként vállaltam, tehát tetszett az első pillanattól, de akkor megint csak szembesültem vele, hogy ez egy teljesen más szakma, más műfaj. Én ugyan nem félek a kameráktól, de hát azért ezt nem árt megtanulni. Úgyhogy azért az elején nem volt ez ilyen egyszerű kamera elé állni, sokszor próbáltunk felvenni bizonyos dolgokat, de valahogy ez a gyakorlattal így oldódik. Meg aztán, amikor már volt kellő gyakorlatom, akkor én úgy éreztem, hogy most akkor szeretnék egy kis elméleti tudást is szerezni emellé. És pár évvel ezelőtt meghirdette itt a Szekszárdi Főiskolai Kar a szóvivőképző másoddiplomás képzését, és akkor én ezen felbuzdultam és kedvet kaptam, és a törvényszék elnökasszonya engedte is, sőt még javasolta is, hogy ide menjek el és ezt végezzem el, és hogy meg is szereztem ezt a másoddiplomát, tehát most már az elméleti tudás is megvan hozzá. Akkor vagy a mikrofonba beszélsz, vagy éppen kalapács van a kezed. Egyébként, bocsánat, van kalapács, vagy ez csak egy ilyen bírói kalapács, vagy csendet, vagy kiürítetem a termet, vagy ezek olyan teátrális dolgok, amik tényleg csak a filmekben vannak? Van kalapács, valóban minden bírói asztalon van kalapács,
bármit is. A beszólító még egy ilyen érdekes, a címer felettünk. Kérem álljanak fel, ítélethirdetés. Tehát megvannak a teatrális jellegei, főleg egy büntetőtárgyás az a leglátványosabb. Van egy programunk a bíróságon, középiskolásoknak szoktunk ilyen előadásokat tartani, illetve jönnek gyakran tárgyalást látogatásra hozzánk. Tuti a teltház, gondolom. Hát volt már, hogy nem volt elég ülőhelyünk, be kellett hozni még a szomszédteremből is. Én akkor a tárgyalások végén, amikor vége van, el szoktam mindig mondani a diákoknak, hogy miről is szól, tetszette nekik, szoktam egy kicsit beszélgetni velük, és akkor a legvégén meg szoktam engedni, hogy akkor odaülhetnek a pulpitushoz, ja, és a talár, ami elengedhetetlen, és akkor megengedtem, hogy felhúzzák a talárt, kalapácsot a kezükbe fogjanak, és ott kipróbálják, hogy mégis milyen ez. Hát nagyon nagy tetszése van ezeknek a dolgoknak. No, és akkor, ha már talár, hát ugye taláros testületnek, hogyha nevezhetem akár, mondjuk az OBT-t is, ugye említetted itt az elején a beszélgetésnek, hogy 2024. januárjától az Országos Bírói Tanácsnak lettél te a tagja. Amellett, hogy azt kérdezem, hogy hogyan lettél tagja, amit ilyenkor azért illik megkérdezni, sőt, szinte kötelező szakmailag, Szekszárdról volt már tagja az OBT-nek? Hát kezdeném talán az elejéről, hogy mi is ez az OBT, nem tudom, hogy azt gondolom, hogy nem nagyon vannak vele tisztában. Annyit, mint az Országos Bírói Tanács. Igen, tehát az elnevezések, itt a rövidítések röpködnek. Bírósága kapcsolatban, amit általában hallhatok, két rövidítés, az OBH rövidítés, az az Országos Bírósági Hivatalt jelenti, és ez a bizonyos OBT az Országos Bírói Tanácsot jelenti. De picit talán elmagyaráznám, hogy mi is ez az OBT, amiben én tag lettem, mennyibe van köze a bíróságokhoz. Kezdeném ott, hogy a bíróságok egyáltalán hogy is működnek. Tehát a bíróságok Magyarországon minden nagyobb városban, településen működik egy bíróság, kisebb-nagyobb. Ezeket járásbíróságoknak hívják, minden járásbíróságnak van egy elnöke, egy vezetője. A járásbíróságok ugye megyénként helyezkednek el, minden vármegye élén egy törvényszék áll, egy törvényszék található. Most, hogyha ezt Tolna vármegyére vetítjük le, akkor itt van 5 járásbíróság, az 5 legnagyobb településen, illetve hát Szekszárdon, és van Szekszárdon egy törvényszék is, a szekszári törvényszék, amelyik felügyelete gyakorol minden bíróság, járásbíróság felett, tehát szakmailag, ha mondjuk egy elsőfokú bíróság a járásbíróság ítéletet hoz, akkor másodfokon, ha megfelebezik, akkor a szekszári törvényszék fog eljárni. Ezeknek a törvényszékeknek is mindegyiknek van egy elnöke, egy vezetője. Felettük találhatók regionális szinten 5 régióban 5 ítélőtábla, mi ugye a pécsi ítélőtáblához tartozunk, neki tartozunk felelősséggel, és a mi ítéleteinket, ugye mondjuk esetleg törvényszéki ítéleteket az ítélőtábla bírálja felül, és akkor a szakma csúcsa, tehát a szakmai legfelsőbb vezetés az a kúria, amit régen úgy hívtak, hogy legfelsőbb bíróság, a kúriának is van egy elnöke, a kúria felel egyébként a jogegységért, tehát hogy a bíróságok ugyanabban a témájú ügyben mindenhol ugyanolyan jogszabályok alapján járjanak el, ugyanolyan legyen a joggyakorlatuk, tehát ezért mind a jogegységért a kúria felel. Ez a szakmai irányítása a bíróságoknak. De ahhoz, hogy egy bíróság működni tudjon, akár egy járásbíróság, akár egy törvényszék, hogy legyen ott megfelelő létszámú bíró, segédszemélyzet, épületeik legyenek, legyen benne fűtés, világítás, számítógépek, és minden megoldva legyen. Ezért az Országos Bírósági Hivatal felel, mint egy üzemeltetési csapat. Mint egy üzemeltetési csapat, mint egy igazgatóság egy nagy vállalatnál, úgy értem ezt. Tehát minden döntést, amik befolyással vannak a személyzetre, a gazdaságra, a költségvetésre, képzésre és mindenre, az Országos Bírósági Hivatal dönti el, felügyeli és rendeli el a bíróságokon, a törvényszékek pedig ezt ugye a járásbíróságokra vetítik le. Ez az Országos Bírósági Hivatal. Ugye is beszéltünk, a bíróságnak két csúcsvezetője van, az Országos Bírósági Hivatal elnöke, illetve van a kúria elnöke. Na de hogy jön ide be ez a bizonyos OBT, Országos Bírói Tanács? Ez egy létező szervezet volt eddig is, az volt a feladata, hogy ezt a bizonyos Országos Bírósági Hivatalt, illetve az ő elnökének a döntéseit felügyeli. Ez egy speciális testület, abból a szempontból speciális, hogy minden pártól, politikától, hatalmi ágtól független testület,
ugyanis a bíróság két csúcsvezetőjét ugye a parlament nevezi ki, és teszi a bíróságok élére. A függetlenséget, ugye az igazságszolgáltatás függetlenségét pedig azzal tudják biztosítani, és az biztosítja, hogy ez a választott bírókból álló országos bírói tanács gyakorlatilag minden, szinte minden döntését az országos bírósági hivatal elnökének felügyeli és ellenőrzi. És ezért nagyon fontos testület, mert nem a politika, nem a parlament, nem a kormány teszi oda azokat az embereket, akik ebben az országos bírói tanácsban tagként szerepelnek, hanem a bírák maguk közül demokratikus módon választják ki azt a 14 tagot, aki ebbe a testületbe bekerül. Azért gondolom, hogy fontos és azért nagy dolog egy ilyenbe bekerülni, mert Magyarországon jelenleg 2800 bíró tevékenykedik és működik, és ha azt vesszük, egy bonyolult választási folyamat útján, de a 2800 bíró delegálja azt a 14 tagot, akik az OBT tagjai, és ebben a 14 tagban él. Azt akartam mondani, hogy ne legyünk szerények, akkor ez kvázi a legjobb, sőt, mit kvázi, a legjobb 14. Mondhatjuk ezt? Ezt majd a jövő fogja eldönteni. Én nagyon remélem, hogy a bizalmat, amit kaptunk a bírótársainktól, ezzel élni fogunk, és 6 év múlva a mandátumunk lejártával valóban ezt fogják rólunk mondani. Mert éppen ezt akartam kérdezni, hogy ha jól tudom, akkor itt ugye mandátum van, és ugye te is említetted, hogy rettentően bonyolult a kiválasztási folyamat. Tehát ez nem egy sima taggyűlés, a 2800 bíróval, ahol jelentkeznek, hogy kit szeretnének, mert én is olvasgattam ilyen dolgokat az OBT-ről, és hát a kérdésem még most is maradt, hogy te tudsz olyanról, hogy mondjuk valaki szexárdiként bejutott ebbe a grémiumba? Igen, bonyolult választási folyamat. Először az első kérdésre válaszolnék. Azért gondolom, hogy egy picit beszélek róla, mert talán ez egy kicsit érdekesebb, nem olyan száraz téma. Hasonlítani tudom a római korból a szenátor választásokhoz, vagy hát kicsit nagyon távoli módon a pápa választáshoz, mert addig választottak minket is, amíg fel nem szállt így a füst. Aleum papán, bon pápán. Így van, hasonló módon, azért nem ilyen komolyan, mint a pápa választás, de valamelyest hasonló, ugyanis ott is a bíborosok testülete választ, itt a szenátorok testülete volt, na a bíroknál pedig az elektorok testületének hívják. Azért mondom, hogy bonyolult folyamat, mert a 2800 bíró vármegyénként delegál bizonyos számú elektort, attól függően, hogy mekkora az adott vármegye. Mi ugye Tolna vármegye szinte a legkisebb megye vagyunk, mi 3 elektort tudtunk delegálni, főváros 20-at, tehát azért így a nagyságrendeket mondanám. Különböző vármegyékből különböző számú elektorokat küldtek ebbe az elektori értekezletbe, összesen 130 elektor gyűlt össze. Tehát már ott egyszer egy választáson egy bizalmat kellett kapnunk a saját helyi kollégáktól, hogy eljussunk az elektori értekezletig. És akkor ott az elektori értekezleten összegyűlt ez a 130 elektor, és hát bizony hosszas folyamat, két körös választás van, és akkor ahhoz, hogy valaki megszerezze a tagságot, ahhoz még többségi támogatás is kell a második körben is, tehát valóban olyan 10:30 körül lett meg a tagoknak a névsora, úgyhogy reggel kezdtük ezt az egész választási procedúrát. És a második kérdésedre is válaszolnék, hogy mennyire jó vármegye vagyunk, és nagyon büszke vagyok a mi kis megyénkre, ugyanis a mostani OBT-be tagként ebből a megyéből csak én kerültem be, de az előző leköszönő testületben 2 kollégám is aktív tagi szerepet vállalt. A Szekszári Járásbíróság elnök helyettese, dr. Barkóczi Balázs is tagja volt ennek az OBT-nek, a leköszönőnek, és a Szekszári Törvényszék tanácselnök asszonya, a Dajsnyi dr. Kupusz Ildikó is, sőt még a soros elnöki időszakban még OBT elnöki tisztséget is ellátott. Tehát akkor Tolna megye, vagy Tolna vármegye egy erős bástyája, akár az OBT-nek mondhatjuk ezt. És akkor egy ilyen zárkérdésképpen, hogy így esetleg úgy valakinek az OBT-ben úgy feltűnt, hogy hát akkor Legina itt Szekszárdon sajtós, mert ugye a sajtóreferensi sajtótiszti pozícióit is ellátod a tanácsnak. Az OBT-n belül a szervezeti működési szabályzat többféle feladatot tartalmaz. Ezekre a feladatokra meg kell határozni az adott tagot, hogy ki vállalja, illetve ki alkalmas jelölt, és meg is kell választani ezeket a tagokat. Az egyik ilyen feladatkör a sajtószóvivői tevékenység. Na most a tagok közül adta magát, hogy az én sajtószóvivői, mondhatni, hogy gyakorlatommal, a megfelelő elméleti tudás mellett engem jelöltek erre a feladatra, és hát egyhangú támogatással meg is választottak.
valahol valamelyik beszélgetésben, vagy valamelyik sajtóinterjúban említetted, ugye, hogy most ezzel egy elég intenzív időszak következik így, hogy akkor Szekszárd Budapest, Szekszárd Budapest, ugye, és azt is mondtad abban a beszélgetésben, vagy abban a cikkben, amit olvastam, vagy hallottam veled rólad, hogy neked az előírás az a heti 2 ügy, ugye, akkor mellette még az OBT-t kell, hogyha fogalmazhatok ilyen nyersen, csinálnod az OBT-s feladatokat, akkor az egy Szekszárd, egy Budapest, akkor mellette a család, meg a hobbi, akkor így tényleg a beszélgetés legvégén egy pár percben, hogy jut idő a családra és a hobbira. Mi a hobbit egyébként? Hát a hobbi a család, ahogy szokták mondani. Hát nagyon kevés, ezt őszintén megmondom. 2 tárgyalási nap hetente, ami egy bírónak a kötelezettsége, azon a napon pedig több tárgyalást is kell tartania, ezekre fel is kell készülnie, tehát ez egy hosszú folyamat lenne. Most annyiban mentesítik az OBT tagokat, hogy ez ebből sokkal lényegesen kevesebbet kell tenni, tehát az ítélkezési tevékenység körülbelül a tizedére csökken egy OBT tagnál. Az nem azt jelenti, hogy nem tart tárgyalásokat, csak nem annyit, hiszen a munka az OBT-hez és Budapesthez köti. Na most a sajtószóvivői tevékenység mellett ez még nálam extra fokozódik, tehát nem csak az ülésekre kell készülni, hanem a sajtó miatt napra késznek kell lenni. Más kollega ügyébe beleolvasni. Beleolvasni, hogyha jön sajtó megkeresés, arra válaszolni, interjúkat adni, tehát azért ez egy kicsit összetettebb feladat, több budapesti ottlétet igényel. A család ígyra már így nem marad olyan sok idő, mint eddig, de hát azért mondtam, hogy akkor még a család inkább a hobbira, inkább nem. A családról elmondom, hogy 2 gyönyörű gyermekem van, Iker gyermekek, ők most a 14 éves kort betöltötték, kamaszodnak, úgyhogy ez még nagyobb terhet ró, ez mindenki extra nehézség. Igen, 14 évesek, 13 kamaszodnak. Így van, és még ráadásul most a felvételi kellős közepén vagyunk, ugye a középiskolai felvételi előtt, illetve most már után állunk, vagy a közepén, ebben is azért segédkeztem nekik, meg menedzseltem őket, meg valahol az ő hobbiuk is az én hobbim, nálunk minden a zenéről szól. A kislányom, ő gyönyörűen énekel itt Szekszárdon, a Hangszerem zenestúdióban, ahol a fiam meg dobol, úgyhogy az ő koncertjeikre kísérgettem őket, és megyek is velük, de emellett én magam is énekelek. A Bíróságnak van egy énekkara. Bírósági énekkarban? Igen, ezt akartam kérdezni. Van egy nevünk is, az Eseti Zöngések énekkar, és az egyik kollégám Andódi bíró úr vezetésével mi hetente összejövünk, és ott így levezetésképpen énekelünk, és egy-két fellépésünk is volt már, úgyhogy én azt gondolom, hogy otthon is a zene, hát a bíróságon belül az énekkarban is a zene, úgyhogy azért a hobbira kevesebb idő jut, de azért próbálok rá időt szánni. Ildikó, nagyon-nagyon szépen köszönjük azt is, hogy szántál ránk időt. Nagyon-nagyon sok sikert kívánunk a hosszú távú tervekhez is, meg hát a munkában. Jó erőt, egészséget. Köszönöm még egyszer, hogy elfogadtad a meghívásunkat. A kedves nézőknek pedig nagyon szépen köszönöm a figyelmet. A Kávéházi Randevút látták. Viszontlátásra!